műsor a nyugalom megzavarására alkalmas képeket tartalmaz. Berlin, Plötzensee. A hatalmas német börtönből már csak a kivégző helyiség maradt meg. A harmadik birodalom idején itt akasztották fel, vagy küldték giotin alá a német ellenállás 12 ezer tagját. Kevésbé ismert tény, hogy Hitler ellenfeleinek 10%-a nő volt. A nők ugyanannyira gyűlölték azt a rendszert. Nagyon erős volt és különböző formában nyilvánult meg a nőkben a késztetés arra, hogy fellépjenek a nemzeti szocialista rezsimmel szemben. Egyedül, egy pár vagy egy hálózat tagjaként minden rendelkezésükre álló eszközt bevetettek. Bizalmas információkat továbbítottak, náci ellenes röplapokat osztottak, és zsidókat mentettek meg a deportálástól, miközben a férfiak a fronton voltak. A bátorságuknak köszönhetően változásokat értek el. A becslések szerint az ellenállás női tagjai csupán Berlinben 5000 zsidót mentettek meg. Csodálni kell ezeket a nőket. A lelkiismeretük hajtotta őket. Az édesanyámat is. Mégis egy különösképpen nehéz döntés volt az, hogy a diktatúra kellős közepén ellenálljanak. Az ellenállás elindítása mindig is egy dilemma volt, mert a szülőföldjükkel szemben harcoltak. Egy ellenséges környezetben voltak, ahol sokan figyelték minden mozdulatukat. Annak a nőnek, akivel együtt éltek a gyerekei, természetesen arra is kellett gondolnia, mi lesz velük, ha letartóztatják őt. Bebörtönzés, koncentrációs táborba hurcolás vagy halálbüntetés. A náci rezsim kegyetlen elnyomása nem tett különbséget a nemek között. A történelem azonban sokáig figyelmen kívül hagyta a nők bátorságát és tetteit. Még ma sem ismert, hogy pontosan mennyien voltak. Évekig senkit sem érdekelt ez a téma, ezért a mai napig rendkívül hiányos a tudásunk. A Hitlerrel szembeszálló nők közül néhányan kiléptek az árnyékból. Libertas Schulze-Boysen, a Vörös Zenekar elnevezésű hálózat tagja az életét kockáztatta, hogy bizalmas iratokat szerezzen meg. A berlini újságíró Ruth Andreas Friedrich zsidókat mentett meg a deportálástól. És volt egy egyetemista is, Sophie Scholl, a Fehér Rózsa ellenállási mozgalom tagja. 21 évesen Németország szerte náci ellenes röplapok szétosztásában vett részt. Mindent megtettek, amit tudtak, és megfizették az árát. Kik voltak ezek a nők? Miért és hogyan álltak ellen? Mi lett a sorsuk? Ez azoknak a hősnőknek a története, akik szembeszálltak Hitlerrel. Az ellenállásnak már Hitler hatalomra kerülése előtt voltak női tagjai. A Weimári köztársaság nélkül nem valósulhatott volna meg. 1919-ben a háború után az első német demokrácia szavazati jogot adott a nőknek és aktivitásra ösztönözte őket a politikai és közéletben. Ez együtt járt azzal, hogy a nők magasabb képzettséget szerettek volna. Egyetemre akartak járni, ami korábban nem volt lehetséges, és munkát is akartak vállalni. Azután a nőket meg is lehetett választani. Az első német nemzetgyűlésen 30 nő vett részt. Egy úttörő korszak volt. Németországban a nők akkor először kaptak egyenjogúságot. A női jogok szempontjából ez egy jó időszak volt.
Műveltek és emancipáltak voltak, és néhányuk már előre látta az alakuló kis nacionalista politikai csoportok jelentette veszélyt. Az egyik ilyen éleseszű nő a müncheni Constanze Hallgarten volt. A Béke és a Szabadság Nemzetközi Ligájának az elnökeként a városában figyelemmel kísérte a Nemzeti Szocialista Párt és Adolf Hitler felemelkedését. 1921-ben jelen volt az egyik gyűlésen. Évekkel később az 1956-ban írt önéletrajzában leírta az emlékeit. Nem egy kulturálatlan és korlátolt gondolkodású demagógra számítottam. Készen álltam, hogy kövessem, de meglepődtem, hogy mennyire megkönnyítette a dolgomat. Nem volt nehéz megvetnem. Nem hinném, hogy sokáig nevetnek még az ellenségeink. Egy dolog viszont mély benyomást keltett bennem. A színpadi előadás, amitől megőrült a hallgatóság, de ami Hitlert illeti, középszerűnek se volt mondható. Constanze Hallgarten lett a nácizmus egyik első ellenzője. Békekonferenciákat szervezett, amiket rendszeresen megzavartak az SA csapatok, a hitleri mozgalom fegyveres alakulata. Sok akkori emancipált nőhöz hasonlóan őt is a haladás ellenes eszmék késztették tettekre. A nemzeti szocialisták minden moderntől meg akartak szabadulni, a demokráciától, a jogrendtől és az emancipációtól. Ezért nem is csoda, hogy a feminista mozgalom összeférhetetlen volt az ideológiájukkal. A nácik nem vették olyan komolyan a nőket, és bizonyos tekintetben alsóbbrendűnek tartották őket. A női szerepekről való elképzelésük homlokegyenest ellenkezett az európai feminizmus nézeteivel, és az aktív és társadalmilag elkötelezett nő elképzelésével. Később ezt táplálta az ellenállás. Ezeknek a német ellenzőknek az elkötelezettsége nem változtatott a történelem menetén. 1933. január 30-án a sajtóban bejelentették Adolf Hitler kancellári kinevezését. Miközben az SA fáklyákkal ünnepelte a kancelláriát, az elnyomás már alakulóban volt. A rezsim célja a tiltakozók eltávolítása és a diktatúra felállítása volt. Onnantól az elnyomás a nőket is célozta. Egy nem várt esemény lehetőséget adott a náciknak a tömeges elnyomásra. 1933. február 27-ének éjjelén a Reichstag a német parlament lángokba borult. A nácik ezt kommunista lázadásként látták, amit mindenáron meg kell állítani. Hitler nyomására Hindenburg elnök rendelettel eltörölte az egyéni szabadságjogokat, és szabad utat adott a tömeges letartóztatásoknak. A kommunista párt női képviselőit azonnal letartóztatták, majd a szociáldemokrata nőket is bebörtönözték, és most csak a Reichstagról beszélek. Teljesen el akarták távolítani a nőket a politikai életből. A pacifista Constanze Hallgartenre is hasonlóan tekintett a rezsim. Amikor 1933. novemberében az otthonában le akarták tartóztatni, ő nem volt ott. Sikerült az Egyesült Államokba menekülnie. Továbbra is fáradhatatlanul harcolt a rezsim ellen, de csak 1955-ben tért vissza Németországba. A rezsim nagyon komolyan vette a nőket, amikor valami kritizálót mondtak. Csak azért, mert nők voltak. Még nem engedhették meg maguknak, hogy a nácikat kritizálják. Akkora veszélyben voltak, mint a férfiak. A Gestapo börtönöket hozott létre a rezsimmel szembeszálló nőknek.
1937-től a Lichtenburg kastélyba hurcolták őket. Ez volt az első női koncentrációs tábor, ahol olyan kegyetlenséggel bántak velük, mint a férfiakkal. A táborokban hivatalosan azokat nevelték át, akik nem voltak hajlandók együttműködni. Két év börtön után úgy gondoltam, hogy már semmi se tud megijeszteni. De tévedtem. Rettenetesen félek a korbácsolástól, a sötét zárkától, ahol már sok nő meghalt. Félek attól, hogy kihallgat a gestapó. Ez a hely maga a pokol. A náci rezsim elnyomó intézkedései hatásosak voltak. Amikor Hitler 1938-ban Németországhoz csatolta Ausztriát, 45 ezer ember sínylődött börtönökben vagy koncentrációs táborokban. 10%-uk nő volt. A nácik egyszerre dicsőítették és nyomták el a nőket. Elég fontos volt az anyakultusz. A nőket, mint a jövő katonáinak édesanyjai dicsőítették. Ugyanakkor a munkaerőpiacról való kivonással és a limitált egyetemi lehetőségekkel elnyomták őket. A náci hatalom idején minden joguktól megfosztották őket, visszaállították a régi szerepüket. A weimari köztársaság ideje alatt tartó szabadság után nehéz idők köszöntöttek a német nőkre. Többségük alkalmazkodott a rezsim által rájuk osztott szerephez, és vakon követte a Führert. Ezeket a felvételeket nézve el lehet képzelni, hogy voltak másképpen viselkedő német nők. Egyesek azonban szembenéztek a veszéllyel és csatlakoztak az ellenálláshoz. A Hitlerrel szembeszállók egyikét Libertas Haas-Hayennek hívták. Jó családból származott, és sok honfitársához hasonlóan először neki is tetszett a nemzeti szocializmus. Annyira, hogy 1934-ben gondolkodás nélkül csatlakozott a párthoz. Annyira nem érdekelte a politika. A közhangulat nyerte meg őt, a lelkesedés. Akkor kérték fel rá, hogy csatlakozzon a párthoz. Beleegyezett és aláírt. Ugyanebben az évben megismerte azt a férfit, aki megváltoztatta az életét, és a férje lett, Harro Schulze Boysent. Akkoriban a Polgári Légi Közlekedés Minisztériumánál volt tiszt, miután újságírói karriert folytatott. Ő akkor már a rezsim áldozata volt. Ő egy korai ellenző volt. Újságíróként dolgozott, és egy nap a nácik berontottak a szerkesztőségéhez. A saját szemével látta, hogy az egyik kollégáját addig kínozták, amíg bele nem halt abba. Überfallen und haben vor seinen Augen seinen Ő volt az, aki felnyitotta Libertas szemét a rezsimmel kapcsolatban. Látta Harro hátán a verés nyomait. Még láthatóak voltak a sérülések. Libertas kilépett a pártból. Minden megváltozott. A pár Nyugat-Berlin egyik lakónegyedében lévő lakása lett a rezsimet ellenzők gyülekezési helye. Ebből a baráti társaságból lett később Németország egyik legfontosabb ellenállási csoportja. A Gestapo Vörös Zenekarnak nevezte el. Egy olyan csoport volt, amit a nemzeti szocialisták kommunistának tekintettek. Valójában sok politikai irányzat képviseltette magát. De a legfigyelemreméltóbb az volt, hogy sok nő, feltűnően sok nő vett részt benne. Ismertségeken és baráti társaságokon alapult. A legtöbbjük nők által kialakított hálózat.
ott volt. Tehát, ha valaki együtt járt Martával templomba, teázni ment vele, és tudta, hogy nem szereti Hitlert, akkor megkérdezte tőle, csatlakozol hozzánk? Folyamatosan csatlakoztak az emberek az ellenálláshoz. Körülbelül 150 tag ismert. Tudjuk, hogy nem ennyien voltak, sokakról nem értesültünk. A Vörös Zenekar női tagjai különböző társadalmi osztályokból származtak. A propaganda minisztériumban dolgoztak, ahogy Libertas Schulze Boysen is. Titkárnők voltak, mint Erika von Brockdorf, vagy a társadalombiztosításban dolgoztak, mint Hilde Koppi. Látszólag a harmadik birodalomban jól beilleszkedett mint a állampolgárok voltak, ám úgy döntöttek, hogy szembeszállnak a saját országukkal. Mindannyiuk számára ott volt az a pillanat, ami mindent megváltoztatott. Amikor azt gondolták, nem elég ellenezni, tenni is kell valamit. Egyeseknek az utolsó csepp a pohárban 1938. november 8-a volt. Azon a napon gyújtották fel a jelentősebb városokban a zsinagógákat, rongálták meg a zsidó üzleteket. A kristály éjszakával kezdődtek meg Németországban a kegyetlenkedések. 3 nap alatt a rezsim hívei elé állították a zsidókat, amit a lakosság közömbösen nézett. A kristály éjszakán nem volt felkelés. A legtöbb német azt gondolta, semmi köze hozzá. A zsidók problémája. Azonban voltak olyan emberek is, akik nem voltak közömbösek. A berlini újságíró Ruth Andreas Friedrich nem volt tagja egyik hálózatnak sem. De már 1933 óta tanúja volt annak, hogy a zsidó barátait és kollégáit fokozatosan kirekesztették a közéletből. A rendeletek hónapról hónapra jobban korlátozták a szabadságukat. Bár gyűlölte a nácikat, Ruth Andreas Friedrich sosem gondolta volna, hogy csatlakozik az ellenálláshoz. A kristály éjszaka késztette tettre. Reggel 7 órakor csengettek. Dr. Weissmann az ügyvéd volt. Rejtsen el, a nyomomban vannak. Mi történt, kérdeztem. Vadásznak ránk, mint a nyulakra. Kergettek a félvároson keresztül. Azt kiáltották, zsidó disznó, gyilkos, hallj meg te rohadt szemét. Jöjjön be, csinálok egy teát, aztán meglátjuk. A segítség azzal kezdődik, hogy kinyitjuk az ajtót az üldözötteknek. Azt mondjuk, tessék, itt aludhatsz, kapsz ételt, barátok között vagy. Mi civilizáltak vagyunk. A lakás menedékhelyé vált, így kezdődött az ellenállás. Ruth Andreas Friedrich ezzel nem fejezte be. 1938-tól a nácik arra kényszerítették a német zsidókat, hogy hagyják el az országot, és minden tulajdonukat hátra kellett hagyni. Kifosztották a zsidókat, nyomorúságba döntötték őket, szegényekké váltak külföldön. A francia állam terhére váltak, amikor vagyontalanként megérkeztek Németországból. Az újságíró kifejlesztett egy menekülési tervet, hogy száműzött zsidó barátai új életet kezdhessenek. A saját házában rejtette el az értékes vagyontárgyaikat, majd később visszaadta azokat. Társa Leo Borchardt egy híres karmester volt. A külföldi turnéknak köszönhetően gond nélkül át tudta lépni a határokat. Az úti podgyászunkban 6 téli ruha, 5 nyári ruha, 8 selyemhálóink, 12 harisnya és 3 pár cipő volt. A pudertartóba rejtve pedig egy 20 dolláros bankjegy volt. A csomag roskenyér minden szelete között 1000 birodalmi márk alapult. Mindig megkönnyebbültünk, amikor átjutottunk a vámvizsgálaton.
Ezek az utazások 1939 nyarának végéig folytatódtak. Szeptember 1-én abba maradtak, amikor Hitler megszállta Lengyelországot és kitört a II. Világháború. A háború kezdete megerősítette a német ellenállás eltökéltségét. A háború elindításával Hitler bizonyította honfitársainak, hogy készen áll arra, hogy uralma alá hajtsa egész Európát. A Vörös Zenekar tagjai úgy döntöttek, hogy együttműködnek azokkal az országokkal, amelyek kiálltak a birodalommal szemben. 1940 elején Berlinben Harro Schulze-Boysen, Libertas férje két rádióadót hozott el egy szovjet nagykövetségi kapcsolatától. Arra szolgáltak, hogy információkat küldjenek Moszkvába a náci háborús erőfeszítésekről. Köztisztviselőkként a Vörös Zenekar tagjai tudták, hogy Hitler a Szovjetuniót készül megszállni. A hálózat női tagjaitól kértek segítséget. A rádióadót Erika von Brockdorfnál üzemelték be a legnagyobb titokban. Friedenauban éltünk, egy épület 5. és egy legfelső emeletén egy műterem mellett. Édesapa művészetet tanult. Az első rádiókísérletet a mi lakásunkban végezték, mivel nem voltak szomszédaink. De a terv elbukott. Nem volt elég nagy a rádióadó hatótávolsága ahhoz, hogy elérjék a Szovjetuniót. A csoport ezután máshoz folyamodott. Az volt a céljuk, hogy szembeszálljanak a náci propagandával, ami a Wehrmacht katonai győzelmeit dicsőítette. Az ellenpropagandában kulcsfontosságú szerepe volt a Vörös Zenekar női tagjainak, különösen Libertas Schulze-Boysennek. Az ellenállási csoport tagja a propagandaminisztériumnál dolgozott, ott, ahol a hadjáratokról gyártották a filmeket. Olyan filmekből és fényképekből készültek, amiket a katonák hoztak a frontról. Köztük háborús bűnökről is voltak fényképek, például pártagok felakasztásáról, bűnökről, amiket a német megszállók követtek el. Libertas hízelegve rávette a katonákat arra, hogy meséljenek neki a nyugati fronton véghez vitt hőstetteikről, és adjanak neki másolatokat a képekről. Összeállította a bizonyítékokat, ami egy nagyon komoly vállalkozás volt. Olyan munkát végzett, amit a modernkori Amnesty International-től és a Human Rights Watch-tól várnánk. Ez a rendkívül értékes információ szolgált alapjául a férje által írt röplapoknak. Tájékoztatniuk kellett a németeket a borzalmas cselekedetekről. Szörnyűségeket hallottam a bajtársaktól. Szemükben félelemmel, suttogva meséltek civilek lemészárlásáról, kegyetlenségekről Oroszországban. Könnyek és vér folyt. Az SS kegyetlenségeiről is beszámoltak. A körülbelül 100 példányban lemásolt röplapokat névtelenül küldték el a német elitnek. Azt akarták elkerülni, hogy a rezsimnek információs monopóliuma legyen. Röplapokon keresztül meg kellett osztaniuk azt az információt, amit a Libertas gyűjtött össze a propaganda minisztériumban. Csak így tudták elmondani az igazat. A Vörös Zenekar itt nem állt meg. 1942. májusában a rezsim megrendezte a Das Soviet Paradies, a Szovjet Paradicsom nevű kiállítást. Nagy pompával rendezték meg, és igazolták vele a Szovjetunió kegyetlen megszállását. Ennek hatására a Vörös Zenekar bizonyos tagjai új ellenpropagandába kezdtek.
Éjszaka dolgoztak, mindig egy fiatal nő és egy fiatal férfi, mintha egy pár lennének, hogy ne legyenek feltűnőek. És amikor senki se látta őket, matricákat ragasztottak a hivatalos kiállítási plakátokra. Egy 12 szavas üzenet provokatív tartalommal. Állandó kiállítás. A náci paradicsom. Háború, éhínség, hazugság, gestapo. Meddig még? Berlinben 4000 ilyen alig egy tenyérnyi matrica tűnt fel. A gestapo ezután elkezdte keresni a rezsim ellenzőit. Semmi se veszélyesebb egy totalitárius diktatúrára nézve, mint a kritika, akár szóbeli, akár röplapra írott. Édesanyám részt vett ebben a szovjet paradicsom ellenes akcióban. A munkahelyéről papírt is lopott a röplapokhoz. A barátnőivel, Greta Jägerrel a moszkvai rádió adásait is hallgatták, ahol német hadifoglyok szólaltak meg. Olyasmiket mondtak, hogy jó napot, engem Werner Müllernek hívnak. Ha ezt hallják, akkor kérem, mondják meg a családomnak, hogy életben vagyok. Die haben dann gesagt, ich heiße Werner Müller und ich wollte meinen Eltern sagen, dass ich lebe. Hilde Koppi és a barátnője kapcsolatba lépett a katonák családjaival, akik meglepve hallották a hírt. A nácik elhitették velük, hogy az elfogott német katonákat a szovjetek rögtön meggyilkolták. A nők a rezsim szerint kétszeresen bűnösek voltak. Tilos volt külföldi rádiót hallgatni, de az is tilos volt, hogy továbbadják az információt. Azt kockáztatták, hogy letartóztatják őket, vagy koncentrációs táborba kerülnek. Az ellenállás nem tömegjelenség volt. Kisebb csoportok különálló kezdeményezése volt. Minden tőlük telhetőt megtettek a rendszer ellen. A becslések szerint a német lakosságnak csupán 1%-a vett részt az ellenállásban. A röplapok, a külföldi rádió hallgatása, apró győzelmek, amik jelentéktelennek tűnnek a megszállott országokban történt szabotáshoz képest. A francia ellenállás egy olyan ellenséggel harcolt, ami kívülről jött, aki megszállta a francia földet. Ilyen körülmények között nagyon egyszerű elnyerni a nép támogatását. Logikusnak tűnik, hogy szembeszálljanak a betolakodóval, az ellenséggel. Németországban mindig is egy dilemma volt belekezdeni az ellenállásba. A saját országukkal kellett szembeszállni. Egy ellenséges környezetről van szó, ahol minden egyes tettet több szempár figyel. A harmadik birodalomban a szomszéd potenciális veszélyt jelentett. Minden lakóépületben figyelemmel kísérte a jövés menést a házfelügyelő. Fel kellett jegyeznie mindenkinek a nevét, aki több mint 24 órát töltött az épületben. Minden dokumentálni kellett. És fülelnie is kellett, hogy az emberek nem hallgatnak-e külföldi rádiót. És természetesen tagja volt a náci pártnak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy honnan indult ez az ellenállás. Erőszak, erőszak és még több erőszak volt. Veszély is, magány, elszigeteltség, stressz, állandó stressz, néha sok évig. Olyasmi, amivel meg kellett tudni birkózni. Egyáltalán nem könnyű. A nők tudták, hogy letartóztatás esetén nem csak a saját életük kerül veszélybe.
A nőknek kétszer meg kellett gondolniuk, mit tesznek. A férfiak a fronton voltak, a családtól távol tartózkodtak, a nők egyedül maradtak a gyerekekkel. Mindig gondolniuk kellett arra, mi lesz a gyerekekkel, ha őket letartóztatják. ...1942. augusztusában a tagok szorult helyzetbe kerültek. A német titkosszolgálatnak sikerült megfejtenie egy kódolt üzenetet, amiben szerepelt Libertas és Haro Schulze Boysen címe. Letartóztatták a párt a Vörös Zenekar körülbelül 150 tagjával együtt. A Gestapo számára siker, a Führer kancelláriája számára viszont megdöbbentő volt. Nagyon megijedtek a nácik, amikor azt látták, hogy a német elit összeesküdött ellenük. Arra számítottak, hogy egy kicsi kommunista csoport egy gyárból. Arra viszont nem gondoltak, hogy a polgárság, a hivatalnokok lehetnek az ellenállás tagjai. Libertas Schulze Boysent, Hilde Kopit és Erika von Brockdorfot katonai bíróság elé állították. Hazaárulással, kémkedéssel és az ellenséggel való együttműködéssel vádolták őket. Amikor elolvassuk a feljegyzéseket, az derül ki, hogy a náci bíróknak meggyőződése volt, hogy ezek a nők férfiak irányítása alatt álltak, amikor csatlakoztak az ellenálláshoz. Elképzelhetetlen lehetett a számukra, hogy egy nő magától cselekedjen. Az ítélet komoly börtönbüntetések és 49 halálbüntetés, beleértve 19 nőt. Közéjük tartozott Libertas Schulze Boysen és Hilde Kopi, aki 5 hónapos terhes volt. Hilde Koppinak különösen kegyetlen sorsa volt. A börtönben kellett megszülnie, majd ezután kivégezték. Senki sem törődött azzal, hogy nők vagy leendő anyák. Akkora volt a nácik gyűlölete, főleg Hitleré, hogy ki kellett végezni őket. Maga Hitler járt közben. Tett róla, hogy Erika von Brockdorfot halálra ítéljék, miután az első tárgyaláson 10 év börtönre ítélték. Libertas Schulze Boysent és férjét 1942. december 22-én végezték ki a plötzenzéi börtönben. A börtönben ma is látható akasztófákat a Vörös Zenekar tagjainak készítették. Azért akasztották fel őket, mert az akasztást kegyetlenebb módszernek tartották, mint a guillotine általi kivégzést. Az ellenállás női tagjainak holtteste a Berlini Egyetem Anatómiai Intézetébe kerültek, ahol azokat nőgyógyászati kutatásokhoz használták. Semmi sem maradhatott azokból, akik szembeszálltak Hitlerrel. ...1942-ben a náci Németország veszélyessé vált a zsidó állampolgárokra nézve. Úgy döntöttek, hogy minden zsidót elpusztítanak Európában. Elkezdődött a deportálás keletre, a koncentrációs táborokba. Berlinben az újságíró Ruth Andreas Friedrich tanúja volt ennek. Reggel 6 óta teherautókkal járták Berlint. Férfiakat, nőket és gyerekeket visznek el. Futkossunk, telefonálgatunk, eltűnt a zsidó varrónőnk, eltűnt a zsidó orvosunk. Ijesztő hírek terjednek az elhurcolt emberek sorsáról. Tömeges kivégzésekről, éheztetés, kínzás és elgázosítás okozta halálról beszélnek. Most már nem anyagilag kellett segítenie a zsidó barátait, hanem az életüket kellett megmentenie. 1942-ben még 70 ezer zsidó volt ott. Hogy elkerüljék a deportálást, bujkálniuk kellett.
Olyan emberekre volt szükség, akik hajlandóak voltak segíteni. Élelem kellett, amit nagyon nehéz egy háborús időszakban megoldani. Csak a havonta kiosztott élelmiszerjegyekkel lehetett élelemhez jutni. Csak hivatalos személyi igazolvánnyal kaphattak ilyet. Hamis személyiket kellett készíteni. Man muss Ausweise fälschen, man muss falsche Papiere herstellen. Ruth Andreas Friedrich belvárostól távol eső pici lakása lett a zsidókat segítő hálózat központja. A csoport neve Onkel Emil volt. Akár 20 ember is ismerhette a titkot. Köztük volt Ruth Andreas Friedrich 16 éves lánya Karin. Az orvosok illegálisan látták el a betegeket, hamis papírok készültek, és önkéntesek szállásolták el a szegény párákat, még ha csak egy éjszakára is. Minden szálláshely egy mennyei ajándék. Életeket ment. Ügyeskedni próbálunk a rendelkezésre álló helyekkel. Nálad lesz egy éjszakát, utána nálunk. A szomszédok már gyanakszanak a sok jövésmenés láttán. Mindegyik kanapénk foglalt. Senki se rejtőzhetett ugyanazon a helyen egy évig. Egy idő után máshova kellett menniük. Úgy csináltak, mintha családtagok lennének. El kellett kerülniük, hogy a buzgó náci fanatikus házfelügyelők feljelentsék őket. Feljelentés esetén a rejtegetett szemét elfogták és deportálták. Az őket segítők sorsa bizonytalanabb volt. Bűncselekmény volt a zsidók segítése, de a büntető törvénykönyv nem határozott meg konkrét büntetést. Nem létezett ilyen, mert a náci ideológia azt feltételezte, hogy a németek egységesen elutasítják a zsidókat. A hatóságok komoly fegyvere volt a zsarnokság. A németek teljes bizonytalanságban voltak. Egyesek tudták, hogy van némi cselekvési mozgástér, és kihasználták azt. A német hatóságok, ha akartak, mindig találtak indokot a letartóztatásra. Veszélyes volt, és minden évben egyre veszélyesebbé vált. Ruth Andreas Friedrich és a barátai azok, akiket csendes hősöknek nevezünk. A mai napig nem tudjuk pontosan hányan voltak. Azt viszont tudjuk, hogy 7 ember kellett ahhoz, hogy egy zsidó megmeneküljön. Ez alapján feltételezhető, hogy körülbelül 30 ezer ember segített elrejteni a Berlinben túlélő 5 ezer zsidót. Egy dolog viszont biztos. A többségük nő volt, mivel a férfiak a fronton voltak. Rábukkantam Hedwig Porschütz egy Berlinben élő prostituált esetére. Az Alexanderplatz közelében egy kis lakásban dolgozott. Kettő, néha három zsidónőt rejtett el ott. Amikor ügyfelei voltak, el kellett hagyniuk a lakást. Hedwig Porschütz fekete piacon vásárolt gyógyszereket adott nekik, ezért börtönbe küldték. Szerencséje volt, a börtön életben tartotta. Ő egy jó példa a csendes hősökre. Egyetlen kép sincs róla. A Gestapo és a félelem ellenére nem hagyott tovább Németországban az ellenállás. Mások vállalták magukra a feladatot és tovább vitték azt. Nevezetesen egy müncheni egyetemistákból álló csoport, a Fehér Rózsa. Közéjük tartozott a 21 éves Sophie Scholl. München a náci mozgalom fővárosa, 800 kilométerre Berlintől. Ebben a városban az emberek látszólag rendkívül lojálisak voltak a rezsimhez. Ám a látszat csal. 1942 nyarán névtelen felkavaró leveleket küldtek egyes embereknek. Semmi sem méltatlanabb egy kulturált embertől, mint hagyni azt, hogy megbízhatatlan és bűnöző vezéreik legyenek. A németeknek szégyelniük kell a kormányukat, és senki sem látja előre azt a szégyent, ami minket és gyerekeinket ér majd akkor,
amikor napvilágra kerülnek a leírhatatlan és gyalázatos büntettek. A sorok mögött a Müncheni Egyetem hallgatóinak egy kis csoportja állt. Köztük a 21 éves Sophie Scholl. Ő lett a híres német ellenállási csoport a fehér rózsa meghatározó alakja. Néhány évvel korábban a német lányok többségéhez hasonlóan Sophie is a Hitlerjugend tagja volt. Nagyon individualista fiatal nő volt. Szerintem a háború kitörése miatt utasította el teljesen a rezsimet. A fehér rózsa röplapokat használt. A gyorsaságban és a szétosztott röplapok mennyiségében különbözött ez a csoport a többitől. A csoport 1942. júniusa és júliusa között csupán 3 hét alatt 4 röpiratot írt meg. Provokatív stílusban lázadtak fel a diktatúrával szemben. Elítélték a zsidók és a lengyel elit ellen elkövetett bűncselekményeket. Az írógépeken gondosan megírt és 100-szor sokszorosított röplapokat postán küldte el a fehér rózsa. A címeket telefonkönyvekből választották ki. Azokat az embereket célozták meg, akikről úgy gondolták, hogy valószínűleg továbbítják majd az üzenetüket. A röplapon azt is kérték, másolják és osszák. Sophie és a fehér rózsa július végén végzett az első körröplappal. A nyári szünet alatt a hallgatóknak a frontra kellett menniük. Miközben távol voltak, Sophie megpróbált másológépet szerezni a barátja Fritz segítségével, aki a Wehrmachtnál volt katona. Ezer birodalmi márkát kért a barátjától, Fritztől. Azt mondta neki, egy jó ügy érdekében kéri, de pontosan nem mondta meg, mit akar csinálni. Egy olyan űrlapot is kért tőle, ami egy másológép megvételéhez kellett. A Wehrmachtnak le kellett pecsételnie azt. Amikor a barátai visszatértek a frontról, a fehér rózsa tevékenysége új méreteket öltött. A csoport 2 új tagjával együtt most már 5 ember dolgozott az új röplapok terjesztésén. Éjszakánként titokban nem kevesebb, mint 12 000 másolatot készítettek. Nem csak kemény munka volt, de a háború idején veszélyes is. Nem lehetett csak úgy elmenni egy papírboltba és 2000 lapot kérni. Korlátozott volt a papír. 20-at, 30-at, néha 50-et vehettünk, annál többet nem. Azt is el kellett kerülni, hogy mindig ugyanabba a boltba menjünk. Ugyanez volt a bélyegekkel. Ha valaki sokat vett belőle, gyanúsá vált. Miért küldene valaki több száz levelet? Mi célból? Minden bonyolult és kockázatos volt. A csoport most először nem Münchenből küldte a röplapokat, hanem különböző német városokból, hogy azt a látszatot keltsék, hogy egy igazi nemzeti hálózat áll mögötte. Sophie Scholl vonattal Augsburgba utazott, és 2400 levelet cipelt a hátizsákjában. Ha a vonaton ellenőrizték volna, akkor rögtön letartóztatják. Egyszerre volt felelőtlen és bátor. Másképp nem is lehet, ha egy diktatúrával akarunk szembeszállni. Lélekjelenlétet és nagy bátorságot mutatott. A fehér rózsa 5. röplapja a birodalom 15 főbb városában jelent meg, az északi Hamburg és a hozzácsatolt Ausztriában lévő Bécs között. Ez a tett pánikot okozott a Gestápónál. Meggyőződésük volt, hogy növekszik a hálózat. A siker felvillanyozta a fehér rózsa tagjait, és úgy gondolták, hogy a hallgatók rövidesen fellázadnak. Az 1943. február közepi 6. röplapon a frontról érkezett hírekre hagyatkoztak. A Wehrmacht Stalingrádnál kapitulált. 3000 másolatot készítettek és küldtek el postán. Közvetlenül a diákokat kérték ellenállásra. A népünk tehetetlen, miközben férfiak esnek el Stalingrádban. A Führerünk zseniális stratégiája felelőtlen módon 300 000 német férfi halálát okozta.
Diákok. Diákok. Mi vagyunk a németek reménysége. Azonban Sophie és bátyja Hans hiába várta a felkelést. Ein Drittel? Az emberek egyharmada rögtön a gestápóhoz vitte ezeket a röplapokat, hogy egyértelmű legyen, nekik semmi közük hozzá, és nem tudják, hogy honnan jöttek. Az utolsó röplapból 2000 példányt nem postán küldtek. Sophie és a bátyja úgy döntött, hogy az egyetemen hagyja azokat, amikor minden hallgató előadáson van. Felmentek a lépcsőn, és az emeletre felérve szórták szét a röplapokat. Sophie a kihallgatáson azt mondta, hogy akarattal dobta azokat az egyetemi aulába. Végzetes hiba volt. Az egyetemi gondnok rajta kapta őket, és átadta a gestápónak. 1000 birodalmi márka jutalomban részesült. 5 nappal később egy Berlinből érkezett ügyész ítélkezett felettük. Sophie Scholt a bátyját és a Fehér Rózsa más tagjait halálra ítélték. Még aznap giotin alá küldték őket. A fiatal nő 21 éves volt. Nem sokkal a Fehér Rózsa 3 tagjának kivégzése után egy nagy csoportosulás alakult ki a Müncheni Egyetemen. A hallgatók az árulók kivégzését ünnepelték. Kivégzésüknek és a 6. röplapnak a híre eljutott Berlinbe Ruth Andreas Friedrichhez. Ha nem adjuk tovább ezt a röplapot, akkor nem vagyunk méltóak elolvasni. Ki gépel? Ki diktál? Estére 50 példány szétosztásra kész lesz. Holnap folytatjuk. A Fehér Rózsa utolsó röplapjának legnagyobb volumenű terjesztését a brit hadsereg biztosította. 1943 tavaszán a brit királyi légierő gépei több ezer példányt szórtak ki Észak-Németországban. Az, hogy milyen kegyetlenséggel végezték ki az ellenállás tagjait, a rezsim kétségbeesését mutatja. Sztálingrád után folytatódtak a Wehrmacht vereségei Észak-Afrikában és Kurszkban, a keleti fronton. A nagy katonai vereségekkel egy időben a nemzeti szocialista igazságszolgáltatási rendszer nagyobb elnyomást eszközölt. Hirtelen az olyan kijelentésekért, amikért 1941-ben még 6-7-6 hónap börtönbüntetést kaptak, 1943-ban már halálbüntetést róttak ki. A náciknak tartaniuk kellett a hazai frontot, és itt nagyon fontosak voltak a nők. Miközben a szövetségesek bombái német városokat romboltak le, a náci terror egy újabb szintre lépett. Ebben a helyzetben senki sem gyanította, hogy a német ellenállás legdrámaibb tette még csak most következik. És ez nőket is érintett. július 20. Bomba robbant a Farkas Odúban, Hitler főhadiszállásán. 4 ember meghalt, de a Führer a támadás célpontja néhány karcolással megúszta. Az összeesküvésben résztvevők közül több mint 600 embert letartóztattak, és körülbelül 50 tárgyalást folytattak le. Köztük voltak a Kreisaui kör egy konzervatív ellenállási csoport tagjai is. A Kreisaui kör főleg a Hitlert követő korszakra dolgozott ki programokat. Ez a demoralizálás bűne volt. Mi lehet és minek kell lennie Németországnak a diktátor bukása után? Milyen helyet foglalhat el Németország egy szabad Európában? És mivel büntetjük a háborús bűnösöket?
A nők és férfiak párokban dolgoztak. Freya von Moltke legépelte ezeknek a találkozóknak a jegyzeteit. Elrejtette azokat a házában, és néha áthelyezte máshová. A nők aktívan részt vettek ezeken az összeesküvési találkozókon. Ez önmagában halálbüntetést érdemlő bűncselekmény volt a nácik szerint. A Hitler elleni támadás után Freya von Moltkét és a Kreisaui kör más női tagjait is letartóztatták. Ami még rosszabb, a gyerekeiket az árulók gyerekeinek fenntartott otthonba küldték. Németül Sippenhaftnak nevezték azt, amikor egy birodalom ellenes cselekmény esetén nem csak az elkövetőt, mint egyént tekintették bűnösnek, hanem az egész családját. En tant qu'individu qui était considéré comme coupable, mais toute sa famille était considérée comme coupable. Képzeljék el ezeknek a nőknek a helyzetét. A férjeiket összeesküvés miatt halálra ítélték és kivégezték. A gyerekeiket pedig elvették tőlük. 1945. májusában a kapituláció mentette meg ezeket a gyerekeket a Buchenwaldi koncentrációs tábortól. Édesanyjuk életben maradt, de sokáig tartott, mire a társadalom felismerte a hőstettüket. Hihetetlen, de egészen az 1950-es évekig hazaárulóknak tekintették azokat, akik részt vettek a Hitler elleni összeesküvésben. A Vörös Zenekar női tagjait a szovjet propaganda ünnepelte, de a szövetségi Németország elfeledkezett róluk. A német szövetségi köztársaságban általában tabu téma volt az ellenállás. Kényelmetlenül érezték magukat a németek amiatt, hogy léteztek ilyen ellenállók. Azt mutatta nekik, mit tehettek volna és mit nem tettek. 2002-ben Ruth Andreas Friedrich posztumus világigaza kitüntetést kapott. Ő egyike azoknak a megmentőknek, akik kiléptek a...